pedig a kormányrendelet feketén-fehéren leírja, hogy 10-nél többen nem tartózkodhatnak egy lakásba. Azt hiszem, érik a levél a közös képviselőnek. Hát Ferikém, nem tudom, mit mondjak neked. Nem tudom neked, mit mondjak erről. Hát azért a vigasz ebbe a nagy mindenségbe az az, hogy hát ha 8-kor hazaérne a család, akkor összeülünk, aztán beszélgetünk, jó, kifaggatom őket a napjukról, aztán akkor nekem is van egy jó nap. Nyolc órási kijárási tilalom. Már 10 óra van, és én még mindig itt vagyok. A pénz nem alszik, úgyhogy én sem. Már 8 óra, és még mindig sehol. Tuti megcsal. Biztos, hogy megcsal. És még a szeretőm se jöhet át. Most, hogy 8 órára itt van kell lenni, legalább egy csomó pénzt spórolok. Arról nem beszélve, hogy nem kell részt vennem, azon a rengeteg ilyen céges csapatépítőn. Illetve lesz időm kiolvasni a kedvenc könyvemet, és rendezgetnem az gyűjteményemet. Úristen, kiárási tilalom van. Este 8-tól reggel 5-ig. Most 5:30 van. El kellene indulnom a munkába. De mi lesz, ha kiteszem a lábam innen és letartóztatnak? Kijárási tilalom. Nekem senki nem mondja meg, hogy mit csináljak. Én ma is 501 méterre vittem el a kutyámat szarni. Pedig nincs is kutyám. Szervusz, drágám! Már itt van is vagy? Itt van a kaján. Köszönöm szépen. Kijárási tilalom. Minket nem nagyon érint. Mi nagyon jó szervezettek vagyunk. A hűtő teli, a kaja mindig az asztalon, a gyerekek online oktatásban, mi home office-ban, már a karácsonyfa is föl van díszítve, viszont legjobban mégis a kutya örül. És én osztom be, hogy ki mikor érti le. Kijárási tilalom. Ha 8-ra hívom át a csajt, akkor már nem mehet haza. Ma megállított egy rendőr igazoltatni. 8 óra 1 perckor. Az Isten nyugosztalja. Az érzéseink a legfontosabbak. És én csak addig vagyok ideges, amíg meg nem nyugszom.